Vágjunk bele a közepébe, tisztelt nézők. A legizgalmasabb pillanat, 11-es rugás következik a pirosmezes csapat javára, azaz a tiszta berkiek javára. Alig kezdődött el a mérkőzés, már is egy ilyen szituáció. Hát nézzük a... Egy nagyon szép rugással magyar a bal felső sarokba emelte a labdát, ezzel már mondanám is az eredményt, tehát helyosztó eredményét, az ötödik helyét Vámos Oroszi, a helyi csapat most nem sikerült nekik előrébb törni, tiszta berek csapatával játszó, és magyar, aki nagyon gólerős, 11-esből megszerezte a vezetést. Hát nézzük gyorsan a két csapat összeállítását. A tiszta berki csapat 1-es Magos Tamás a kapuban, 5-ös Tar Béla, 2-es Magyar Zoltán, 17-es Ács István, 3-as Litz Balázs, 15-ös Lukács Elek, 4-es Józ Zoltán, 13-as Mester Attila, 7-essel Oroszi István, 14-essel Balog Zsolt, 9-essel Magyar Róbert és 18-assal Biró László játszik most, és Oroszi István a játékos edzője. Az igen jól helytált a megyei másodosztályban ez a tiszta berki csapat, mint újonc csapat, és most is nagyon jó mérkőzés játszott az első fordulóban Fehérgyarmattal. Mámos Oroszi csapata most nem szerepel úgy a tornán, mint ahogy előzőleg szerepelt. Összeállításuk a következő: 1-es Károly Attila, 14-es Szaniszló Zoltán, 6-os Kádár László, 5-ös Kis Csaba, 10-es Csernyi Attila, 7-es Torma István, 8-as Borvé Péter, 9-es Szabó Zsolt, 2-es Bakó Zoltán, 11-es Batár Miklós, 4-es Botos Péter, 12-es Váradi Péter, 16-os Kondó Lajos, 18-assal és Szabó Gergő játszik, 13-as Végandás, 3-as Kis Tibor és Orosz András a csapat edzője. Tisztelt nézők, a Nagy Sándor emléktornán vagyunk, és már a helyosztók zajlanak. Hát nézzük talán a eddigi eredményeket. Két csoportban zajlottak a küzdelmek. Az A csoportban Mámos Oroszi mételek és egy nagy védés Magos részéről. 0-0 volt, 6-5-re Vámos Oroszi csapata nyerte a 11-es párbajt. Vámos Oroszi Tiszakóród, nagyon jó teljesítmény nyújt Tiszakóród, 0-2 lett, Mételek Tiszakóród 0-0, és 4-3-mal Mételek nyerte meg a 11-es párbajt, de a csoportban első ilyen Tiszakóród végzett, második Mételek, harmadik Vámos Oroszi, és az A csoport utolsó helyezettjeként játsza most a helyosztót, az ötödik helyét. A B csoportban Fehérgyarmat Tiszta Berek 2-2, nagyon jó mérkőzés volt. Elsőként Fehérgyarmat vezetett, majd megfordította Tiszta Berek, 2-1-re ők vezettek, és itt Barta Géza beállt, mint kapus, és ő egyenlített, a érdekes mozzanata volt a mérkőzésnek. Tiszta Berek Tiszabecs 0-3, itt kidomborodott a tiszabecsiek technikai tudása, és Fehérgyarmat Tiszabecs 1-0. Ebben a csoportban Fehérgyarmat végzett az első helyen, második Tiszabecs, harmadik Tiszta Berek csapata lett, és így a párosítás az ötödik helyét Vámos Oroszi Tiszta Berekkel játszik, harmadik helyét Mételek Tiszabecs, első helyét pedig a torna győzelemért Tiszakóród Fehérgyarmat mérkőzés zajlik most, majd, illetve most egy szabadrugást láthatunk a pirosmezes tiszta berki csapat javára. Nagyon jó szituáció ez. Hát nézzük, hogy mit tudnak vele kezdeni. Alig suhan el a labda mester emelése a kapufa mellett. De az eredménye nem változott, tehát egy 11-es rugással a hazai csapat ellen a pirosmezes tiszta berek csapata vezet. Bakó
próbál indítani, rossz ez az indítás. Mester hangja hallatszik. Kéri a labdát már a játékos. Bedobással folytatódik a találkozó. És újabb Borbély bedobást láthatunk. Hát az olyan hiányolják a gólokat. Nézzük, hogy sikerül-e Borbélynak, aki a csapat gózsákja, most gólt szerezni. Az utolsó pillanatban Magos, aki nagyon jó nevű kapus, Csengerben védett, és úgy került Tisztaberekre. Tornán is jól védeddik, Kádár fejli tovább a labdát, de csak fejelné, mert berobban oldalról Lukács, és elfejelte elől a labdát. Kádár kapja középen, egy kis passz hátul, jobbra fordít. Próbálnak kezdeményezni a kékmezesek, a Mámos Rozi csapata. Ime a eredménye. Egy bedobás következik a piros mezesek javára, a Tisztaberkiek végzik el a bedobást, csúsztatott fejes után. Kibontakozhatna Bakó révén egy hazai támadás. És egy Lukács akasztás, sárgalapos figyelmeztetés a Moldván, és egy szabadrúgás következik nagyon jó pozícióból a hazai csapat javára. Nézzük a szabadrúgás, Kádár a labda mögött. Borbély is ott van, nézzük, ki végzi el. Kérik a 9 métert, Moldván. Jelzi, hogy indulhat Kádár. Belelövő a sorfalba, kivágják a védők. Csernyi tette előre, de jelzi az asszisztens, hogy le sem van a játékos, és a les határon magyar. Most kapja a labdát, nem les egyértem, ballal nagyon jó bal lába van, és ő az, aki csapat gólzsákja, Tisztaberkiek gólzsákja, és magasabb osztályban is játszott, Csengerben. És rúgta a labdát Túri Csén, tehát megfelelő tapasztalattal is rendelkezik a fiú a megyei másodosztály légköréhez, másodosztályhoz. Ács Attila az, aki keménykedett Bakóval szembe. Bakó nagyon gyorsan elvégzi, indít, ide-oda pattog a labda, Csernyi, de magyar Róbert érzi, hogy lesen van, de nagyon jó helyezkedik a les határon, és innen, onnan próbál indulni. Kaput nagyon jól érzi a játékos, fejegyarmat ellen 2 gólt akasztott a fiú. Viszont támad Vámos Oroszi, megpróbálja korrigálni az első hibáját, a 11-est. Csúsztatott fejes után. Mester teszi átra a labdát, de hova? Bedobás következik a hazai csapat javára. És szöglet rugás lesz belőle végül. A mérkőzés állása továbbra is 1-0-ra vezet a piros mezben játszó Tisztaberek csapata. Megyei másodosztályban Oroszi viszont sokkal jobb teljesítmény nyújtott, és előrébb végzett a tabellán. Marad együtt a gárda Vámos Orosziban is. 12-es számmal játszó, vagy pályára lépő, mondanám, Váradi Péterrel próbálnak erősíteni. És várható, hogy Szabó Gergő félgyarmat ifjúsági csapatának egy nagyon tehetséges játékosa, amellett már az
egy kapuját is döngette, hogy valószínű, hogy mint helyi lakos ő is, mint Vámos Orosz itt folytatja majd labdarúgó pályafutását, hiszen felsőfokú iskolai tanulmányai miatt az edzéseket nem tudja kellően folytatni, és így valószínű, hogy átigazol, legalábbis ilyen terve van, de ne vágjunk a dolgok elébe, hiszen még javában tart az átigazolási időszak. 28-áig van lehetőség arra, hogy erősítsenek a csapatok, vagy legalábbis úgy gondolják, hogy erősítenek, változtassanak a kereten, és egészítsék ki a gárdát. Egy-két játékos már itt is jelenkezik ezen a tornán, és várható, hogy megfigyel vagy játékosokat, hogy pont ezen a tornán történik valakinek az átigazolása másik helyre. Gyenge lövés után kapus kirúgás következik Károly Attila a kapuban. Hagyja, hogy a hátvéd végezze el. Bakó fejjel közben. Kádár megpróbálja lekezelni, azonban elpattan tőle a labda. Mester. Rossz a passz. Mester rúgja előre. Cserny tette tovább. Bakó. Jó, most az összjáték. Most vég. Kapja meg, fiatal játékos, ő is hallatszott, hogy Bakó kiáltott, hogy Bandik, azaz Vég Andrást próbálták játékba hozni, azonban jó lépett ki magos a kapujából, Csernyi fejjel Lukács kezeli, és hátrahúzza, de már le sem van magyar. Érzi ő is, hogy le sem van, nem is megy a labda után. Kádár vezeti fel, hosszan indít, jó a passza is, elcsúszik egy pillanatra. Hát műesésnek mondják itt a szurkolók is, kikerül a labda az alapon, túl a magos az, aki ballag a labda után, de már nincs semmi tovább, csupán a bírói sípjázi, hogy fél idő. Folytatódik rövidesen a találkozó, minden a helyén. Csupán a játékvezető sípjára várunk. Ebben a pillanatban Vámos Oroszi kezd. És Vég az, aki tovább passzolja a labdát, azonban ellenfélhez kerül, de megküzd érte. Egy sárga lapot kihozta a játékvezető. Szabadrúgás következik a pirosmedes tiszta berkiek javára. Hát kiderül, hogy udvariasok lesznek-e a Vámos Oroszi játékosok, vagy megpróbálnak fordítani. Bakó indít jobbra. Jó az indítás, de odaér a hosszú lábú Ács, és kikotorja a cipője órával a labdát. Bakó jó csel. Na, egy jó passz, ami utolsó pillanatban mentés. Borbé fejjel. Ide-oda pattog most a labda. Cserny. Mester jobbra fordít. Kis Csaba vágta ki a labdát, és most második félidő elején továbbra is 1-0-ra vezet a pirosmezes csapat. Magyar góljával 11-esből lőtte a gólt. Tehát kis egy kiemelés. Borbély nem tud labdát szerezni.
Nézzük a kékek bedobását. Ide-oda pattog a labda, és egy előrevágás, amely egy Csernyit találja tiszta helyzetben. Szaniszló elengedi, mondjuk így, elcsúszik a labda Szaniszló óra előtt. Egy picit többet vártak a hazaiak ettől a tornától, de látszik, hogy még a szezon elején vagyunk. Az őszi szezon elején Szaniszló cselezget közben, jó a passza is. Biró, illetve Bakó, Botos, aki túricsérül került ide. Jó képességű játékos, azonban most a mai nap nem megy neki sem úgy. De hát még nagyon az elején vagyunk. Lukács. Rossz az indítása. És kis Szaniszló összjáték után jobb oldalt teljesen egyedül. Kádár, no, egy jó passz. Fejjel tovább itt. Ács azonban nagyon jól helyezkedik középen és kivágja a labdát. Telnek múlnak a percek. És mindig megvan, még mindig vezet a vendégcsapat, hogy így mondjam, a Tisztaverek csapata. Bakó viszont rosszul találja el, és a kapu mellett hagyja el a labdajáték teret. 11-essel vezet, szerzett vezetés a piros vezes hazai vendégcsapat, és hazaiak nem tudnak gólt szerezni. Azóta inkább ők kezdeményeznek, azonban baj van a góllövő cipővel. Mester. Egy hátrahúzás után jobboldali akció gondolkozhat ki. Most kapja vissza a mester, belelépnek labdájába is. Nézzük ezt a támadást. Jó a beadás, azonban magos. Nem kellett magosra sem ugrani magosnak, úgy húzta fel a labdát, és mester indítása nem mesteri, mert Károly húzza le. Botos. Bakó összjáték. Jobb külsővel Bakó hova? Pontatlan a labdája, és bedobással folytatódik a mérkőzés, de a bedobást a piros mezes vendégcsapat végzi el. Hát tisztelt nézők, elkezdődtek a felkészülések, és sorra következnek majd az előkészületi meccsek a bajnoki szezonra, és minden igaz, akkor augusztus 12-én kezdődik a megyében a labdarúgó élet, tehát a bajnokságok akkor indulnak, 13-án vasárnap pedig folytatódnak. Lukács nem tudott labdához érni, nagyon jól tette középre, okosan Magyar Róbert, de szögletrugás lesz belőle. Nézzük a szögletrugást. Jó szárba a labda, nagyon jól öklöz viszont Károly is. Sikerült Magyar, a másik Magyar, de viszont nem találta jól el, és lecsúszott ez a lövés. Bal oldalt indult egy hazai akció. Szabó Gergő 8-assal játszik most. Ő fehérgyarmaton a ifjúsági csapatban játszott, és tulajdonképpen még a fehérgyarmat játékosa, de ide tart a Vámos Orosziba. Mester! Feltartás Szaniszló részéről, szabadrugás következik a
Tiszta Berki csapat javára. Egyértelmű volt. Moldován jelzi, hogy szabadrúgás, felemelt karról méghozzá közvetett. Mester a labda mögött. Egy emelés. És egy mentés. Szaniszló jelzi, hogy kezezett, de végül leslett ebből a szituációba. Károly kezében a labda. Még 5 perc lehet hátra a második félidőből. Szabó jó teszi tovább, Bakó iramodhat meg, a cser is jó. Azon elpattant tőle a labda, lelassul a támadás ezáltal, de a passz jó. Nézzük a benti szituációt, helyezkedéseket. Botos nem érhette el. Magas és hosszú is volt ez a beadott labda. Mester. És kikerül a labda az oldalvalon túlra. Gyors eldobás Csernyi részéről. Szaniszló alányul most. Szaniszló és jó védekeznek a piros mezesek. Ács. Semmi berúgja, idézőjelet mondom. Csak vaktába rúgta előre. Ez viszont magosnak nagyon jó, elcsúszik a kabus egy pillanatra, de uralja a labdát, és nem siet el a kirúgás sem. Csúsztatott fejes, hallatszott, hogy na, Robi! Majd nem sikerült újra Robinak, a góraéjas csatárnak berúgni. Elejtette egy pillanatra a kapus a labdát, Mester. Sarkadása nem sikerült, Bakó, most kapja vissza Botos, beadás is jó, és Borbé Péter melléről vágódott ki, kezezés, szabadrúgás következik a Tiszta Berki csapat javára, 1-0-ás Tiszta Berki vezetésnél a gólt 11-esből szerezte magyar. És egy nagy védés, magas részéről, a levegőben úsztva szerezte meg a labdát, és most rúgja ki jobbal. Hát, kirúgja a pályán kívülre is, mert rossz volt az a kirúgás. Bakó próbál gyorsan indítani, de hallatszott, ez kimegy Bakó, na, jobb lábbal fordított talányút is. Nem sikerült ez a fordítás. Hát talán annyit elmondanánk, hogy fél egykor kezdődtek a küzdelmek előtte. Nagy Sándor emléktábláját koszorúzták meg a csapatok képviselői, és a koszorú mellett pedig szallagot kötöttek az emlék táblára. Szaniszló beadása, nagyon jó. Kádár fejét találja, azonban Kádár magasan kapu fölött csúsztat. Már az első szituációban volt, amikor a labda odaért, és ezért nem tudta irányítani. Nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy az ötödik hely a piros mezes csapat birtokába kerül, udvarias lesz a Vámos oroszi csapat. Hazai pályán nézzük, hogy Magos már nem bánná, ha vége lenne. Magyar rúgja előre. Most ide-oda pattog a labda középpályán. Csere volt, Magyar már le is jött. Mester, jó csel, jó tartja meg a labdát,
oroszi. Kádár mellé találja. Egy rossz mentés Lic részéről. De Borbély rosszul passzol. És ebben a pillanatban még bedobás lesz. Borbély végzi el, Kádár. Nem érette el, Lic rossz helyre fejeli a labdát, és határozottabbak most a védők, mint a csatárok. Mester. Lukács jó teszi tovább Mesternek. Csernyi vágta fel Mestert. Moldován jelzi a szabadrugás helyét. És nagyon a mérkőzés végén vagyunk, az eredmény továbbra is 1-0. Mester. Oroszi még nem adta fel, megpróbálnak gólt szerezni. Szabó mellett tolják el a labdát, és itt piros melles akció bonta közé ki Lukácshoz, már nem jut el. Szabadrugás következik a Tisztaberki csapat javára. 1-0-ás Tisztaberki vezetésnél is. Úgy tűnik, hogy érik az ötödik hely a Tisztaberki csapat javára. Nagyon a mérkőzés végén vagyunk. Magyar végzel a szabadrugást, nagy lövés kapu irányába, azonban kapu fölött hagyta el a labda a játékteret. Mire visszakerül, egyeztet a játékvezető az asszisztensekkel, egyes számú asszisztens bíró Csaba. Nézzük Moldován. Kis előre rúgja aktába, Kádár belefejel, vissza a feladónak, Csernyi tette tovább, Kádár passza is jó, Csernyi, nagy jó lövés, a mérkőzés végén tegyük izgalmassá, és berobban. A játékos egy védő, Ács volt az, aki azt, és Borbély mellé fejeli. Lehet, hogy ez volt az utolsó lehetőség. A kirúgás még engedi Moldován, de nézi az óráját. És ebben a pillanatban vége a találkozónak, tehát a torna 6. helyén végzett a helyi csapat, Vámos-Soroszi első csapata. És 5. lett 1-0-ás győzelemmel a Tisztaberki csapat.